az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben így szólt Jézus. Vigyázzatok és vigyázzatok. Nem tudjátok, mikor jön az idő. Az idegenbe induló ember is, amikor ott hagyja házát, szolgáira bízza mindenét, és mindegyiknek kijelöli a maga feladatát. A kapuőrnek megparancsolja, hogy vigyázzon. Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura. Lehet, hogy este vagy éjfélkor, kakas szóra vagy reggel. Ne találjon alva benneteket, ha váratlanul megérkezik. Amit nektek mondok, mindenkinek mondom, vigyázzatok. Ez az evangélium. Krisztusban szeretett testvéreim, Szent Pál szavai nekünk szólnak, hiszen hiszünk Jézus Krisztusban, és ő azt mondja, hogy Jézus Krisztusban gazdagok lettetek minden tanításban és minden tudásban. Mit jelent ez a Jézus Krisztusban gazdagnak lenni a tanításban és az ismeretben és a tudásban? Jelenti ez egyáltalán a teológiát? Tehát, hogy valaki sokat tanul a hitéről? Nem hiszem. Az első közösségek kevesebbet tudtak talán, mint mi. Hittek Jézus Krisztusban, és belőle éltek. Tehát valami más jelent gazdagnak lenni tudásban és tanításban Jézus Krisztusra vonatkozólag. Testvérek, most nagyon kedves számomra, kedves személyekre gondolok, talán te is gondolhatsz a tieidre. 6 elemi iskolát végeztek. Igazából soha lelki könyvet nem olvastak. Soha nem maradtak el a vasárnapi és ünnepi miséről, gyóntak és áldoztak. Néha elmentek egy búcsújárásra, és megvoltak mindennapi imádságaik, aztán gyakran visszaemlékeztek egy-egy tanításra, amit hallottak, vagy könnyes szemükből láttam egy-egy isteni érintésre. Amikor azt mondták, olyan volt, mintha a mennyországba lettünk volna. És életüket ehhez igyekeztek alakítani. Nem tudták volna hirtelen elsorolni talán a 4 evangelistát sem. Úgy látszik, hogy nem voltak gazdagok a teológiai tudásban és ismeretben. De ez csak látszat. Szavakkal nem tudták megvédeni hitüket egy jó, begyúrt, marxista, ateista ellen, aki hozta az érveket. Látszólag nagyon szegények voltak Jézus Krisztusban való tanításban és ismeretben, és mégis ezek a 6 elemi iskolát végzett falusi emberek, akikkel megrendült lélekkel emlékezem, jobban ragaszkodtak Jézus Krisztushoz, mint egyes korabeli, most már tudjuk, karrierista, teológiai doktorral, doktorátussal rendelkező papok, akik jelentéseket írtak paptestvéreikről, vagy akik valami előnyért, botrányért elhagyták hitüket, hivatásukat. Ezek a szegények, akikről ma megemlékezem, a Jézus Krisztusra vonatkozó tanításban és ismeretben sok súlyos áldozatot hoztak. Soha semmiben nem alkuttak meg. Gondolj a tieidre. Nagyon nagy anyagi előnyökről lemondtak. Nem engedték, hogy lebeszéljék
szülőket a hittan beiratásról. És az az ateista igazgató pedig órákig beszélt nekik. És megengedték, hogy fiúk elinduljon, meg unokájuk egy olyan pályán, amerről azt mondták, nincs jövője. Ezen elgondolkodva, mit jelent akkor gazdagnak lenni a Jézus Krisztusra vonatkozó tanításban és ismeretben? Talán eligazít bennünket egy hasonlat, ha egy szeretett lényre gondolunk. Egy tiszta, nagy szeretet kapcsolat kezdetén, amelyből esetleg egy nagyon szép, hűséges, de szenvedésekkel és örömmel teli házasság alakul. Egy lány, aki először is véglegesen lett szerelmes egy fiatal emberbe. Alig tudja a nevét, a foglalkozását, az addigi életét. Az adatföldolgozó hivatal sokkal többet tud róla. Nem ismeri annyira ezt a fiatalembert, mint az iskolatársai, jó barátjai vagy a húgai, de ez a szövetség, amely megszületett közöttük, az egy mélyebb ismeretet közvetít. Nagyon vigyáz az egyszerű nép lenézésével. Az a végleges ragaszkodás, egy le nem írható, nem tanítható tudást és ismeretet tartalmaz a másik szeméről. Testvérek, ahogy a teremtett ember tudja, hogy az Isten teremtette, és senki más, ha csak ezt az egyet tudná valaki, és minden nap elmondaná, hogy nincs senkim az éken és a földön. Hogy Ábrahám, a mi atyánk, nem ismer engem, Izrael sem. A mi őseink, dédszülőknek dédszülei vissza a világ teremtésig nem törődnek velünk. Egyedül atyánk, te teremtettél. Testvérek, érzitek, ha valaki csak ezt a Hiszek egy első cikkeit venné komolyan. Micsoda Isten kapcsolata lenne annak. Azt egy pártiskolát végzett ember nem tudná szétverni. Az olyan lenne, sose felejtem el, festő, művész, Asztrik atyánk, Ferences atya egyszer hozott a Nők lapjából kivágott részletet, 60-as évek végén egy faluban nagy botrány lett, mert egy hitetlen művész egy nagyon csúnya feszületet hozott össze, festett. Egy hulla voltatta a kereszten. És föllázadtak a hívek, jogosan. És akkor ez a riporter kiment, nagy ez egy érdekes téma, és sorba kérdezte az embereket, és egy néni éppen jött haza a szőlőből, kapa volt a hátán, meg batyú, és megkérdezte, hogy hát maga mit szól ahhoz a Krisztushoz? Hát, azt mondja, az nem. Nem a mi Krisztusom. De hát miért? Hát hogy megkínozták? Hát hogy nézhetett ki egy összevert, megostorozott, leköpdösött, tövissel koronázott ember, aki 3 órán keresztül kinokban vergődött a kereszten? Melletette a kapáját, míg beszélt. Most fölvette a kapáját, jelezve, hogy befejezte. Igen, de ő Isten is volt. A becsületes riporter azt mondja, a néni ezzel jelezte, hogy befejezte. És egy festőnek azt is kell érzékeltetni, hogy Isten is. Nem egy holttest. Ez az a hit, ez a ragaszkodás, amely olyan mély ismereteket közöl testvérek, amely nagyon gazdaggá teszi az embert a hitben. Ha tudja egy keresztény az, hogy ki az, aki emberi lett értem, nem végzett több hittant. Sajnos, mert jó azért, ha tanulnánk a hitünket, és tanuljuk, nem az ellen beszélek. De aki karácsonykor, testvérek, minden ajándékot félretéve, meleg szobát, családi szeretetet, egyszer elmenne a magányos templomba, és azt mondaná, tudom, hogy itt vagy, Uram, aki egykor Betlehembe megszülettél. Egyedül értem lettél emberré.
Hogy tehettél ilyent? Egy Isten hogy lehet emberré? Köszönöm, Uram. Ha egy keresztény csak azt tudja, hogy Jézus az oltári szentségben jelen van. Hogyan? Tartanak a teológián nagy előadásokat, és a végén kiderül, hogy nem tudjuk. És fényes előadásokat tartva egy pap abba hagyja a miséjét, nem jelent neki semmit a vasárnap, ledarálja a predikációját. Mit tud az ahhoz a szegény, szociális otthonban haldokló öregasszonyhoz képest, akit megáldoztatva azt mondta, Atya, életem legszebb pillanata ez. Nagyon vigyázzunk. Mit jelent tudásban gazdagnak lenni? Igen. Azt jelenti, hogy olyan kapcsolatban lenni a mi Urunk Jézussal, hogy ez a kapcsolat valami abszolút. Ezt senkiért nem áldozom fel, és semmiért. És mindent ebből értelmezek. Testvérem, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy én vagyok a világ világossága, elég róla csak annyit tudni, hogy az Isten fia, aki Máriától csodálatosan fogantatott a Szentlélek erejéből, meghirdette Isten országát, meghalt, eltemették, de föltámadt, és itt van az oltári szentségben, és az egyház mélyén itt van, és ismét eljön ítélni élőket és holtakat. Testvérek, és ezzel a kis tudással megvilágosítani azt, hogy most temetjük azt, akit szeretünk. Ebben nézni egy mennyegzőt, ebben látni ezeket a sötét, egyszerű hétköznapokat. Micsoda tudás! És ezzel a tudással vizsgáztatom le az életemet, nem pedig az életem alakulásából vizsgáztatom az Istent. Ez a belekapaszkodás Jézusba, aki az Isten fia és emberi lett, ez olyan gazdag tudást ad, hogy kimonda, és ezeknek jó prédikálni. Mert ezek a mindentudók, és mégis oly keveset tudók, amikor hallják az egyház tanítását, rádöbbenek, hogy ezt mind én is így gondolom, csak nem tudtam kimondani. Ez maga a kereszténységnek egy hatalmas bizonyítéka, isteni eredete mellett. Tehát vigyázz, testvérem, nem arról szóltam, hogy ne tanuld a hitedet. Tessék elővenni a Bibliát, a katekizmust. Kicsit fér rá a tévét ezekben a szent napokban. Olvasd, menj lelki gyakorlatokra, mert mérgezettebb a világ, mint volt 50 évvel ezelőtt. Nem rosszabb, de mérgezettebb. Mert millió csatornán a tévedéseket közvetítik. Tehát tanulni is kell a hitünket. De maga a tudás az nem gazdagság. A szerető tudás a gazdagság. Az a kapcsolat az Úr Jézussal. Ma reggel kaptam egy megrendítő szöveget. Valaki az internetről lehúzta nekem. Szó szerint franciául van. Egy román férfi feljelentést tett Isten ellen. Csalásért, a bizalommal való visszaélésért, megvesztegetésért, és az összeköttetésekkel történő üzérkedésért. Szemére vetve neki nevezetesen az, hogy nem válaszolt imádságaira, a temesvári igazságszolgáltatásban megtagadta a közreműködést. Mircea a Pável 40 éves, aki gyilkosságért kirólt 20 éves büntetését tölti. Feljelentést tett a nevezett Isten ellen, akinek lakhelye az ég, és akit Romániában az ortodox egyház képvisel. A gyanúsítottnak, vagyis Istennek magyarázatot kell adnia majd a következőkre. Kereszténkor én a vádlottal szerződést kötöttem, hogy engem megszabadít a gonosztól. Márpedig ő nem tartotta tiszteletben ezt a szerződést. Testvérek, a nyomorúságnak, a szenvedésnek és a tudatlanságnak egy olyan megnyilatkozásával
találkozunk, ami tanít minket. Egy szerződés az két fél között jön létre. Én meg azt ígértem, hogy hiszek benne, hogy betartom a 10 parancsolatot, hogy nem ölök, nem török házasságot, nem hazudok. De olyan irgalmas ez a szövetségkötő Isten, ha bármit is tettem, ha bűnbánattal fordulok feléje, akkor ő megbocsát és új életet kezdhetek. Ki törte meg itt a szövetség? De azért rejtve hány emberben van ez a gondolat, hogy ahogy alakult az én életem, azért az Isten a felelős. Van egy félelmetes mondat a mai ószövetségi részletben, kiszolgáltattál minket bűneinknek. Nagyon lényeges mondat. Ez nem azt jelentette, hogy Isten valami rosszat tett, hanem azt, hogy a bűnbe benn van a büntetés. Az nem ő találja ki, hogy utána odavágjon. Amikor bűnt követünk el, kiszolgáltatjuk magunkat a bűn hatalmának. Hihetetlen a sötétség uralma, bukott szellemnek, az ördögnek, aki gyilkos kezdettől fogva, és a hazugság atya Jézus szerint. Testvérek, valahogy akkor él a mi hitünk, és akkor gazdag, hogyha valahogy ráismerünk az evangéliumnak a szereplőire. Milyen gazdag a tudásban az a Lévi, az a kis nyomorék pénzember, abban a pillanatban, amikor Jézus azt mondja, jöjj és kövess engem, és föláll, szédülve, otthagyva a vagyont. Milyen gazdag a tudásban Péter, amikor azt mondja, vízre kilépte, hogy ha te vagy Uram, parancsolt, hogy a vízen járjak, és megy. És amikor leveszi Jézusról a tekintetét, akkor süllyed, ments meg engem. Kicsinyítő, miért kételkedtél? Az evangélium szereplőiben valahogy ismerjünk magunkra, olyan gazdagok leszünk a tudásban, ez egy élettudás. Ez nem egy elvont teológiai könyv. Az utána jön. Előbb van a biológiai életünk, utána van a biológiai tantárgy, ami nagyon segíthet, hogy jól éljünk, egészségesen éljünk. Nagyon szükséges a teológiai hittan, a tanítás. Hát hétről hétre mi is tanításban részesülünk, de ez az egész tanítás semmit nem ér, ha nem vagyok kapcsolatban Jézussal. Vagy valaki ráismer, hogy én vagyok az a tékozló fiú. És abban a pillanatban, nem akkor, amikor még elhatározza, hogy bűnt követel, elhagyja az Istent, akkor ki van szolgáltatva a bűnnek az erejének. Magát szolgáltatta ki. Hanem az a pillanat, hogy hazatér. És jó begyakorolt szöveget mondja, hogy atyám, vétkeztem ellen, és az ég ellen, nem vagyok méltó, hogy a fiadnak... És az atya semmit sem szól, hanem áttöleli. Testvérek, legyen már végre egy életgyónás azoknak a lelkébe, akik össze-vissza gyóntak, vagy pedig nem gyóntak. Tessék eljönni, bármikor bekopoghattok. És hogy ne egy kitalált Isten elé álljunk, azért van ott a pap az egész egyház nevébe. Mert a csillagos égnek, meg az Istennek így könnyen elmondom, hogy én mi vagyok, de ezt kimondani és megvallani az egyház szín előtt, amely egyházban felhatalmazva a bűnbocsánat adásra. Amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy akiknek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyernek, akiknek nem, megtartjátok, nem nyernek bocsánatot. Ez Krisztusi meg... Na most, hát próbáld ki, testvér, annyi év óta. És ha te leszel az a tékozló fiú, az a szentgyónás utolsó pillanata, az akkora öröm. Én téged feloldozlak minden bűnöttől. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek. Itt tudsz sokat az evangéliumról. Itt nincs vita, hogy az egyháznak igaza van-e. Itt nem az a kérdés, hogy volt-e keresztes háború és mi volt. Itt nem arról van szó, hogy ez a pap, meg az a püspök, meg ez a hívő milyen, hanem te ki vagy. Elveszett ember vagyok,
Isten nélkül. Krisztus irgalma nélkül. Testvérek, a jóbrátor milyen gazdag lett a tudásba 3-4 percig, amíg még élt. Ez egy rablógyilkos volt. Olyan, mint ez a román ember, aki ezt a levelet írta. Nem 20 évre volt elítélve, hanem halálra. És ott figyel. Testvérek, a figyelem nagyon fontos, még akkor is, ha szenvedünk. Délbe fölállítják a kereszteket. Az rettenetes fájdalom. És az Úr Jézus, hogy visszanyeri az öntudatát, biztos elájult ő is. Azt mondja, Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. És mind a 7 szavát hallgatja, 6 szavát. És akkor fölmerül, hogy ki ez? Hát ő lehet az a messiás király. Uram, emlékezzél meg rólam, ha országodba jutsz. És azt mondja, még ma velem leszel a paradicsomban. Micsoda tudást kapott. Minden tudott Krisztusról. Igen, testvéreim, nagyon gazdagok lettünk Krisztusban, a tudásban és az ismeretben. De ez az ismeret, ez elvétetik tőlünk. Ha nem szeretjük Jézust, akkor ez elhalványul. Akkor egy bármiféle érv lesöpri az egész vallási életet, nincs értelme. Erre vonatkozik, amit azt mondja az Úr Jézus, hogy akinek nincs, attól még azt is elveszik, amilyen van, és ez jogos, el is kell venni tőle. Mert ez a 2 templomba tolatok, meg mondok egy imádságot, az nem hit, az el kell, hogy veszítse, mert az hazugság. Amíg fel nem kiállt, hogy könyörülj rajtam, Istenem. Akinek viszont van, nektek van. Annak meg adatik. Minden vasárnap. Talán minden percbe. És ez a gazdagság, ez mindig egy életgazdagság lesz. Ez olyan tudás, mint amikor azt mondja egy fiú, hogy tudom, hogy ez a lány szeret. Ez olyan tudás, amikor azt mondod, hogy tudom, hogy a feleségem, férjem szeret. Hogy tudom, hogy a kisunokám szeret. A szeretet Istentől van. Ez egy tudás. De ez egy olyan gazdag tudás, hogy nem lehet leírni. Szent János is azt mondja, hogy ha leírnánk mindent, amit Jézusról tudunk, akkor a világ összes könyvtára nem tudná befogadni. Ezzel azt mondja, hogy le se írható. Egy Szent Pál pedig azt mondja, hogy hittem a szeretetnek. Hittünk a szeretetben. Leírhatatlan gazdag tudás. Testvéreim, hát advent kezdetén azt kérem számotokra a jó Istentől, meg magamnak is, hogy mindegy, hogy mekkora az a teológiai tudás, növekedjen, ismerd meg jobban Krisztust. De ha megvan ez a kicsi tudás, hogy tudod, hogy ő az Isten fia, és a te megváltód, és hogy szeret téged, akkor gazdag vagy. Nagyon gazdag. Bonts ki már ezt a kincses ládát, és nézd meg, hogy milyen gazdag vagy, és ne nyafogj attól, hogy nincsen millióid, hogy küzd a család anyagiakkal. Ezek fájó dolgok. De amikor azt mondja Szent Pál, hogy gazdagok vagytok, és milyen szegény az, aki erről semmit nem tud. Gazdagok vagytok Krisztusban, minden ismeretben és tudásban. Amen.